a kevesebb, és a rádióban még kevesebb. Az erőszakra a fogyasztók elég intenzíven, hevesen tudnak reagálni. Ennél a kérdés körnél azt mondták, hogy lényegében érzékelik a médiában, hogy a vonatkozó szabályozásnak megfelelően a műsorszolgáltatók, terjesztők eleget kívánnak annak tenni, hogy betartsanak bizonyos szabályokat, tehát felhívják a figyelmet arra, hogyha olyan tartalom következik, ami akár a gyerekek számára, akár felnőttek számára zavaró lehet. Korhatárjelzésekkel is találkoznak, de ez nem elég. Ez a jelzés lényegében rövid, nem kíméli meg az erőszaktól a gyermekeket, meg őket sem. Természetesen a felnőtteknek könnyebb reagálni az erőszakos tartalomra, egyszerűen ha akarják, az eszközt kikapcsolják, vagy kimennek a szobából, de azért ez mégsem ilyen egyszerű kérdés. A fogyasztók azt mondják, hogy az erőszaknak a hatása elsődlegesen az, hogy nyomasztó. Nehezen viselik a szükségtelen erőszakot, a vulgáris tartalmat, a brutalitást, kiemelték az egyes külföldi híradásokkal összefüggően közvetített túlszejtési kísérleteket, túlszal kapcsolatos bánásmódokat, leszámolásokat, mint nagyon nehezen viselhető, megterhelő tartalmakat. A problémájuk lényegében az, hogy ezek hosszú távú maradandó hatással vannak, és nem tudják ezt kikerülni és megfelelően kezelni. A fiktív erőszakkal ugye elnézőbbek nyilvánvalóan, és a valós erőszakot sérelmezik leginkább, különösen azt, ami túl részletesen kerül ábrázolásra. Ilyenként apostrofálták például még az egyes közlekedési balesetekről szóló tudósításokat is, amik véleményük szerint túlzottan sokkolók. Leginkább a megkérdezettek a családi erőszakot, a gyermek bántalmazást sérelmezik a leginkább. A fogyasztó persze más módon is reagál az erőszakos tartalomra, megjelenik egy idő után a közöny, az elutasítás, nyilván el tudja kerülni az erőszakos híreket, illetőleg amikor szembesül velük, akkor tovább tud lépni egyszerűen. Ugyanakkor azáltal, hogy a világ agresszívebb és az erőszak is lényegesen nagyobb volumenben van jelen mindennapi életünkben, ehhez alkalmazkodva a fogyasztók inger küszöbe is magasabbra került, egyfajta közöny is kialakul bennük. De a másik oldalon megnövekedett az erőszak utáni igény is, mert lényegében az izgalom, az adrenalin szint emelkedése valahol kellemes és jó. Sokan azt állítják, hogy ennyi erőszakra szükség is van, mert ez elejét veheti annak, hogy ők maguk bizonyos helyzetekben erőszakkal reagáljanak valamilyen körülményre. A fő agálya a megkérdezetteknek, főleg a gyermeket nevelőknek az, hogy olyan agresszív viselkedéseket lehet látni, olyan konfliktus megoldási módokat, amik kvázi viselkedés mintaként jelennek meg a fiatalabbak számára, és ezek követése biztosan káros lehet. Az erőszakkal kapcsolatban, az erőszakos tartalommal kapcsolatban arra a kérdésre, hogy az erőszaknak milyen pozitív hatása lehet, ha ilyen egyáltalán megfogalmazható, azon túl, hogy szükségtelen durvaság nélkül még szórakoztató is lehet. Azt válaszolták, hogy megtaníthat az erőszak minket arra, hogy milyen jó, hogy mi nem élünk ilyen erőszakos közegben, és értékelhetjük azt a biztonságot, amiben vagyunk. Nyilván egy prevenciós célt is szolgálhat, óvatosabbak lehetünk, megismerhetjük a környezetünkben lévő, rejlő, felismert és felismerhető kockázatokat, ezekre megfelelően reagálhatunk, felkészülhetünk. És azt válaszolták még, hogy pozitív lehet az erőszak ábrázolása, abban az esetben, ha az adott fogyasztót valóban ténylegesen érintő
hírrel függ össze, tehát nem feltétlenül nagy világban bekövetkezett nagyon erőszakos hírekkel találkozik, hanem ami az ő kis régójában, a helyi közösségében jelentkező hír. A legkiszolgáltatottabb fogyasztók a gyermekek. Ez derül ki ebből a közvéleménykutatásból is. Ez természetesen nem egy novum, hiszen a nap alatt azért nincsen új, ez nyilvánvalóan nem szorul bizonyításra. Azt fogalmazták meg, hogy a legnagyobb probléma az, hogy minden időszakban, minden napszakban, minden médiumban találkozunk erőszakkal, még a gyermekműsorokban is. Én magam a kora reggel több csatornának néztem a tartalmát, váltogattam, és ma is azzal szembesültem, hogy ez tényleg így van. Kora reggel erőszakos gyermekműsort lehet látni, illetőleg hát nem feltétlenül erőszakos, de erőszaktartalmat is megjelenítő műsort. Problémaként és kritikaként fogalmazza meg a fogyasztó azt is, hogy a médiumok nem segítik hatékonyan az elkerülést. Tehát itt megint azt fogalmazzák meg, hogy a figyelemfelhívás nem elégséges, a korhatárjelzés nem elégséges. Ezzel persze lehet vitatkozni, tehát itt nem igazságokat és konklúziókat vonunk le, hanem azt foglalom össze, hogy hogyan reagáltak ők ilyen kérdéskörökben, miket fogalmaztak meg. Eltérő véleményt fogalmaztak meg a fiúk és a lányok, a tizenévesek, abban a tekintetben, hogy az erőszakos filmek és az erőszakos játékok, videójátékok mennyire befolyásolhatják az ő magatartásukat, és a fiúk sokkal megengedőbbek voltak, a lányok úgy gondolták, hogy sokkal inkább veszélyes jelenség lehet az, hogy a médiatartalmat viselkedés mintaként követik, a fiúk ezt nem érezték ennyire élesnek. A kisgyermekes szülők voltak azok, akik a leginkább azt fogalmazták meg, hogy a káros viselkedés mint a rögzítés rögzülésén felül akár lelki sérüléseket is okozhat egy-egy tartalom, ha egy gyermek nem tudja feldolgozni, vagy nem tudja, hogy a környezetében kitől várhat ehhez segítséget, vagy azt se tudja, hogy várhat egyáltalán. A szülők különféleképpen reagálnak a média erőszakra. Általánosságban el lehet mondani, hogy az a tapasztalat, hogy a szülők nem igazából vannak tisztában azzal, hogy nekik milyen lehetőségeik vannak, és ezért hajlamosak arra, hogy szélsőséges módon reagáljanak, túl jóhiszeműen, vagy nagyon szigorúan az erőszak tartalomnak a gyerektől való elzárása módját illetően. Sok szülő tisztában van azzal, hogy túlságosan jóhiszemű, amikor lényegében a gyerekre bízza azt, hogy milyen tartalmakat nézzen, úgy gondolja, hogy a gyerek elég öntudatos, és maga ezt el tudja dönteni. A szülők egy másik része pedig minden olyan műsortól, tartalomtól próbálja elzárni a gyermekét, ahol akár csak potenciálisan is találkozhat erőszakkal. A megkérdezettek némi önvizsgálattal, mélyebben belegondolva a kérdésbe, bevallották, elismerték, hogy bizony kényelmes helyzet az, amikor a gyereket egy videó elé ültethetik, vagy egy műsort megnézhet a tévében, míg ők ellátják a háztartási munkákat, vagy valamilyen dolgot elvégeznek. Tehát lényegében egy ilyen kvázi babysitter a média, és feltételezik meghatározott műsoridőben, hogy a gyerek nem fog szükségtelenül túl durva, vagy egyáltalán nem fog találkozni erőszakos tartalommal. A létező megoldásokat nem feltétlenül ismerik. Ha megkérdezi a szülő önmagát, vagy őket a kutató embere megkérdezi arról, hogy milyen védekezési megoldásokról hallottak, hát az ábrán is kimutatható, hogy lényegében a fő reakció a szülők részéről a média
teljes megvonása, vagy az elzárása, vagy a korlátozása, de olyan technikákat, amikről itt többször szó esett, hogy megfelelő szűrőszoftver alkalmazása, nem feltétlenül ismernek. Ha hallanak is róla, az a benyomás, mintha ezt szívesen kerülnék, mert úgy gondolják, hogy nem annyira tájékozottak, nem annyira ismert számukra az, hogy ezt hogy, milyen megoldásként, milyen módon lehet biztosítani. Mindenképpen fontos lenne, hogy a szülők médiafogyasztását, ismereteit feltétlenül tudatosítsuk, mindenki a saját eszközével. Hogy ki a hibás, ki a felelős, kinek mi a dolga, ezek elcsépelt dolgok. Nyilvánvaló, hogy mindenkinek tenni kell a saját tennivalóját, és a saját felelősségével szembe kell néznie, de nyilván a világ ettől nem fog megváltozni. Erőszakos tartalomra mindig igény lesz, ha nem lenne igény, nem lenne a műsorokban, nem lenne az interneten. Tulajdonképpen a legfontosabb az, hogy mind a szülő, mind a hatóság a saját eszközével nyilván, mind az iskola úgy járjon el, úgy végezze a dolgát, hogy a gyerekekből ez a szűkebb és a tágabb környezet segítségével egy tudatos médiafogyasztó legyen. A szülőknek nyilván nagyon sokat kell fejleszteni magukat. Nem elég az, hogy beismerik, hogy már a kis gyerekek is sokkal járatosabbak az interneten meg a média használatban, mint ők. Az iskolának nyilván segítenie kell a gyermekeket, de valamilyen intézményes keretek között az oktatókat is fejleszteni kell ilyen tudásukban, és nyilván a szülők felelősségét is ki kell hangsúlyozni. Ugyanakkor a szülők feladata nem csak az, hogy tájékozottabbak legyenek, hanem hogy biztonságot nyújtsanak a gyerekeiknek. A gyereknek tudnia kell, hogy bizalommal fordulhat hozzájuk, választ kap a kérdéseikre. Nagyon lényeges az is, hogy a gyerek együtt fogyasszon médiát a szülőkkel, kérdezhessen utána, és a szülőtől reális, korrekt választ kapjon, és ez bizalmi viszonyt építsen a szülő és a gyerek között ebben a tekintetben is. A gyermekeknek arra is szükségük lenne a megkérdezettek véleménye alapján, hogy ők maguk is beszélhessenek arról, hogy hol milyen erőszaktartalommal találkoztak, és hogy lehet ezt jól feldolgozni. Nyilvánvaló, hogy azok az igények, hogy a hírműsorban kevesebb legyen a tartalom, ne legyen reklám két műsoridő között. Ezek olyan dolgok, amiket a szabályozás le is követett, lehet szigorúbban szabályozni, de megoldás nem ad. Tényleg arra kell törekedni, hogy azok, akik érintettek ebben a kérdésben, beleértve a gyereket is, hiszen neki is van véleménye, neki is van joga, neki is van kötelezettsége, együttműködésben alakítsák ki a média használat szabályait. Ez lenne talán a legfontosabb. Köszönöm szépen a figyelmet!